Az egy évvel ezelőtt elindított Babaliget program során telepített fák már szépen növekedésnek indultak. A megmozdulás célja az volt, hogy a 2021-ben, illetve 2022. októberéig született babáknak egy-egy fát ültettek, amit aztán családjuk nevel, gondoz. Így elindulhatott egyfajta közösségi társadalmi kohézió is, ami azt segíti, hogy a születendő gyermekek és családjaik érezzék, hogy a gyökereik itt vannak, ez a szülőföldjük. Ezek az emberek mind jöttek, és tevékenyen segítettek abba, hogy itt a parkocskába valamennyi fa, amit aznapra szántunk kiültetésre, az kiültetésre is kerüljön. Egy nagyon jó hangulatú délelőtt volt, és rendkívül hálás vagyok a szülőknek, családoknak, hogy erre jelentkeztek, hiszen én azt gondolom, hogy egy fának az elültetése azt is jelenti, hogy én ennek a településnek a polgára lettem, engem ide kötnek a gyökereim, engem ehhez a városhoz köt az életem, a szüleim, a családom, a hagyományaim és minden. Tehát mindenképpen azt gondolom, hogy egy pozitív dolog. Ősszel indult az akció, mivel így lényegesen több esély volt, hogy nagyobb számban eredjenek meg a cserjék. A lelkes résztvevők 40 fát telepítettek az ősszel, és mind a 40 életben is maradt. 21 fácska, melyet a résztvevő családok ültettek, pedig már nevet is kapott. Rengeteg civil segítő, köztük az alpolgármester is tevékenyen részt vett a zöldítésben. Jutott még további, esetleg tönkrement fáknak a pótlására is, illetve üres területek további beültetésére, így aztán a Dobó utcába kerültek még pótlásra fák, a Bartók utcába, a Locba szintén, és a gyárvégtelepre került szintén 15 fácska. A program első fele ezzel teljesült is, de még további ötleteik vannak a tagoknak, mert szeretnének sziklakertet, bokrokat, de egy szökőkút is szerepel a tervek között. A vezető elmondta, ha minden évben legalább annyit teszünk, hogy 60-70 fa egy városban elültetésre kerül, már rengeteget tettünk azért, hogy az életünk a természettel való összeköttetésben egyfajta szimbiózisban legyen. De az sem elhanyagolható tény, hogy a fás területek mennyivel tisztább levegőt eredményeznek, illetve a nyári hőségben jóval hűvösebb klímát biztosítanak. Ennek az elgondolásnak egy másik része is volt a Gondoskodj rólam program, melyet most tavasszal hirdettek meg. Úgy gondoljuk, hogy az elültetett fáknak jó, ha van gazdája is, mivel több fát ültettünk, mint ahány valójában megnevezésre került, illetve ahánynak az ültetésében a szülők részt tudtak venni. Ezért az is csodálatos dolog, ha egy fáról gondoskodik egy család. Úgyhogy most a Gondoskodj rólam program zajlik, aminek keretében már a jelentkezők száma 34-re növekedett az elmúlt pár napban, és ennek nagyon-nagyon örültünk. A táblák folyamatosan fognak készülni és kihelyezésre kerülni. A munkacsoport szeretné összehívni a gondozókat, és az ősz folyamán a Bárka Fesztivál keretein belül egy névadó ünnepséget rendezni. A fásítás mellett még egyéb dicséretes ötletet is megvalósítottak a kertészek. 5 év szünet után tavaly újraindították a Gondos Gazda Virágos Porta programot. És nagyon-nagyon izgult a csoport, hogy lesz-e rá jelentkező. És nagy-nagy örömmel láttuk, hogy 8-an jelentkeztek erre, és 8 ember úgy érezte, hogy ő szeretné megmutatni azt, hogy ő mit alkotott a kertjében, ő mennyire gondos gazda. Mindenkivel egyeztettünk, végignéztük a kerteket, és nagy-nagy csodálattal láttuk azt, hogy az emberek mennyire nagy örömmel vették bele magukat ebbe az otthoni munkába, és mennyire szívesen tesz mindenki azért, hogy a környezete gyönyörű legyen, csodás legyen. Igazi kikapcsolódás volt számunkra is az a nap. Sikerült úgy megszervezni, hogy egy napba beleférjen, egy délelőttet és egy délutánt rá is fordítottunk. És én azt gondolom, hogy nekünk egy szuper kikapcsolódás, óriási öröm, hogy láthattuk az embereknél azt a sok csodát, amit létrehoztak a munkájukkal. És egy igazi csapatépítés is volt, hiszen a végén a csoport egyik tagja pogira várt bennünket, egy kis pogácsára várt bennünket, úgyhogy ott tulajdonképpen végig is tudtuk rögtön beszélni a napközben látottakat, és gyakorlatilag a döntéseket is meg tudtuk hozni. Úgyhogy nagyon-nagyon büszkék voltunk rá, hogy volt rá jelentkező, hiszen nincs annál nagyobb öröm, amikor az emberek úgy érzem, hogy meghallják azt, hogy fontos az, hogy milyen a háza, milyen a kertje. És
Hát a nagyobb öröm az, hogy az idén ismét meghirdettük, és az idén már 13 jelentkező van. Úgyhogy nagyon nagy kíváncsisággal várjuk azt, hogy most milyenek lesznek ezek a kertek, milyenek lesznek az ingatlanok. Két kategóriába hirdettük meg a versenyt, az egyik a családi házas kategória, a másik a társasházas. Mind a kettőnél az első három helyezettet díjazzuk. Az első helyezett 50, a második 30, a harmadik 20 ezer forint jutalomban részesül, amit kertjének szépítésére fordíthat. Ezzel is szeretnének hozzájárulni, hogy az emberek a saját kertjüket szebbé tehessék. Emellett még egy táblát is kapnak a nyertesek, amin a gondos gazda Virágos Porta elnevezés áll. Valamennyi részvevő emléklapot kap, a díjakat pedig szeptemberben az első testületi ülésen adják át. A fásítási munkacsoport egy éve alakult, és már nagyon szép eredményeket mutattak fel, nem csak a fásítás virágosítás terén, hanem olyan dolgokkal is, amik szorosan kapcsolódnak ahhoz, hogy a település még szebb, még élhetőbb legyen. Azt a feladatot vállalta fel, hogy Tolnán is és Mözsön is egy kicsikét átnézi a köztereknek az állapotát, átnézi, hogy milyen virágokat lehetne újfent ültetni, milyen technikákat kéne bevetni, lehet-e változtatni esetleg azon, hogy nem egy nyári virágokat ültetünk, hanem kipróbáljuk mondjuk az évelő fajtákat is. Tehát tulajdonképpen egy olyan munkacsoport, ami folyamatosan arra figyel, hogy a városban a terek, a parkok, a virágok, a fák, azok milyen állapotban vannak, illetve mit lehetne a fásítás, virágosítás terén előrébb lépni, mit lehetne tulajdonképpen még javítani, változtatni. Aztán évelején ezeket valamennyit felmértük, megpróbáltunk olyan területekre is egy picit bemerészkedni, ami nem kifejezetten a fásításra, virágosításra vonatkozott, hanem a köztereken lévő hirdetőtáblákra, vagy megnéztük, hogy milyen állapotban vannak a padok a parkokban. Tehát csupa olyan dolgokkal is, amelyek egy kicsikét azt célozták, hogy az emberek jobban érezzék magukat a városba, ha itt körbe mennek. A hőség miatt ugyan akadtak nehézségek a virágosítás során, de kitartó munkával ezeket is sikerült mára megoldani.